Sziasztok, itt vagyok Olaszországban, Szenigáliában, a Phosphorus Science Fesztiválon, ami egy eszméletlenül jó többnapos szabadtéri program lenne, leszámítva, hogy napok óta olyan viharok tombolnak, hogy az utolsó száraz pútzoknim van rajtam. Szóval holnapra nem maradt tiszta száraz zoknim, ilyenkor pedig két dolgot lehet tenni. Az egyik, hogy elmegyek egy boltba és veszek egyet, a másik pedig, amit én ugyan soha nem csinálok természetesen, de hallottam már olyanról, aki ilyenekre vetemedik. Azt hiszem, ez kibír még egy napot. Szóval át tudom érezni, hogy mekkora kínban lehet mostanáza, annyi különbséggel, hogy nekik nem zokniból, hanem űrsétára alkalmas szkafanderből van kevés. Oké, tudom, hogy nem az űrruha teszi az űrhajós, de akkor is. Ez védi őt a sugárzástól, az extrém hőmérséklettől, a baromi gyorsan keringő pirinyó bizbaszokkal való ütközéstől. És ez az, ami ellátja vízzel, oxigénnel és megfelelő nyomással. Mi több, a 90-es években még egy vészhajtóművet is beleszereltek, úgyhogy ez lényegében egy kvázi mini űrhajó. Szóval nem csoda, hogy egy ilyen strapabíró cuccot a szintén az állóképességéről híres futómadárról, az emuról neveztek el. Nem, az EMU ez egy betűszó, az extravehikuláris mobilitási unitásnak a rövidítése, tehát magyarul az űrjárművön kívüli emberi mozgás biztosító egység, tehát magyarul lehetne az is a rövidítés, hogy űkembe. Na ez az, amiből vészesen kevés van most a NASA-nál. Bármennyire is hihetetlen, de erősen necces, hogy a nemzetközi űrállomás 2024-es leszereléséig kitartanak-e a szkafanderek. Az EMU-kat a 70-es években kezdték el tervezni, és 81-ben vetették be őket először. Kicsit fura belegondolni, hogy pont velem egyidősek. Persze ez alatt az idő alatt folyamatosan fejlesztették őket, meg voltak átalakítások is, de hát az alapjuk lényegében ugyanaz maradt. Az EMU magja lényegében egy nagyon drága hátizsák. Nem úgy, mint a Fjellraven könyken, mert ennek konkrétan értelme is van. Ez az úgynevezett PLSS, Primary Life Support System, vagyis elsődleges életfenntartó rendszer. Ez az, aminek legalább 7 órán keresztül biztosítania kell az űrhajó számára a megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű vizet, oxigént, szabályoznia kell a testhőmérsékletet, és meg egy halom olyan feladatot kell ellátnia, aminélkül az egyszerű űrmunkás csak egy világűrben élettelenül keringő, hatalmas kupac űrszemét lenne. Szóval PLSS-ből 18-at készítettek annak idején, és ezt a számot drasztikusan csökkentette a Columbia Challenger és a SpaceX 7 balesete. Ráadásul eredetileg 15 évre tervezték őket, 40 évvel ezelőtt. Szóval a karbantartások meg a folyamatos korszerűsítések is rengeteg időt emésztenek fel. Na meg pénzt. Úristen, de még mennyi pénzt? Több 100 000 vagy akár 1 millió túlhypolt rókástatyú is kijönne az árukból. Simán. Jelenleg 4, azaz 4 darab EMU van repülésre kész állapotban a NASA-nál, és ezek közül mind a 4 odafenkering fölöttünk. További 7 pedig a Földön található, ebből egy mintadarab, a többin pedig épp arra próbálnak rájönni, hogy mi lehet a baja, vagy tesztelés és átalakítás alatt állnak. A helyzet tehát, valljuk be, siralmas. Persze folyamatban van az új generációs ruhák fejlesztése is, de a forráskivonások miatt ez a munka meglehetősen döcögősen halad. Úgyhogy ebben a pillanatban két dolgot tehetünk. Az egyik, hogy imádkozunk, hogy a jelenleg működőképes ruhákkal ne legyen komolyabb probléma, amit nem nagyon lehetne orvosolni. A másik pedig az, hogy mindenki hazamegy, szétnéz a szekrényében, és ha talál egy használható EMU-t, azt elküldi a NASA-nak. Érdemes egyébként elolvasni a NASA saját jelentését az űrruha helyzetről. Az egész tanulmányt belinkelem ide a videó alá, úgyhogy olvasgassatok nyugodtan. Ha tetszett ez a webizód, lájkoljátok és osszátok meg, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én most elmegyek zoknit venni. Sziasztok! Az a helyzet, hogy vasárnap van, zárva vannak az üzletek, úgyhogy nem irigylek senkit, aki holnap mellettem ül majd a repülőn.